A kötetünk az évente egy számmal jelenik meg. Korábban két számot jelentettünk meg évente, viszont azt tapasztaltuk, hogy egyrészt ugye nincs annyi diák, aki publikálna, tehát felesleges ugye két kötetet megjelentetnünk évente. De igazából ez az utóbbi években beállt, hogy ez az egy kötet gyakorlatilag pont elég arra, hogy ezt a 20-25 érdeklődőnek a területét lefedje. Úgy működik a dolog, hogy általában október-november végén meghirdetjük a következő kötetet, következő számot, és ilyen január-február végéig várjuk ugye a beérkező cikkeket. Azt átolvassuk, ugye egy elsődleges korrektúrázáson esnek át a cikkek, és amennyiben úgy találjuk első olvasásra, hogy igen, van bennük spiritus, érdemes velük foglalkozni, illetve egy jó tudományos munkának az eredménye, csak itt-ott vannak hibák, akkor továbbítjuk az adott szakmai lektornak. Ugye doktorandus szövetségekkel dolgozunk együtt, a Momentum doktorandusszal, illetve a Magyarországi Doktoranduszok Országos Szövetségének a különböző tudományos osztályaival, és ugye mondjuk érkezik hozzám egy biológus cikk, először átnézem én. Nyilván én nem biológusként nem tudom eldönteni szakmailag, hogy mennyire megfelelő, mennyire szakmai az adott cikk, viszont már a nyelvezetéből, illetve a struktúrájából én is tudok következtetni, hogy mennyire komoly munka van mögötte. És ha azt látom, hogy igen, a diák foglalkozott vele, és valóban értékes eredményeket szeretne közölni, akkor átnézem, kijavítom nyelvtanilag, korrektúrázom, és akkor továbbítom az adott szakmai lektornak. És miután ő is azt mondja, hogy igen, megjelentethető, de kisebb javításokat kell végezni, akkor visszaküldjük ugye a szerzőnek a tanácsokkal, javaslatainkkal, és hát egy ilyen 3-4 hónapos periódus veszi kezdetét, amikor is a szerző és a lektor együtt működnek, vagy közvetlenül tartják egymással kapcsolatot, vagy rajtunk keresztül, és akkor egy ilyen 3-4 hónap múlva én visszakapom a cikket, úgymond már olyan formában, amit már én tördelhetek, és amit ugye nyomdában tudunk küldeni. Most azokkal a cikkekkel, amelyek nem megfelelőek sem szakmailag, sem tartalmilag, sem ugye a publikációs kritériumoknak nem felelnek meg, azokat úgymond első körben visszadobjuk csúnya szóval, de igyekszünk ott is javításokat, illetve javaslatokat megfogalmazni a szerzők felé, hogy esetleg ennyivel is segítsük az ő boldogulásukat a tudományos életben, mert alapvetően fontosnak tartjuk, hogy a kötettel azt érjük el, hogy a diákok megtanuljanak publikálni. Elején ilyen nagyon nagy gyermekbetegségeink voltak, volt egy kis szerkesztőcsapatunk, még nem tudtuk, hogy kell szerkeszteni pontosan, mi egy folyóirat kiadásának a menete, tehát akkor nyomdakeresés, tehát megvoltak mindezek az akadályok, amiket le kellett küzdenünk, és hát ugye tehát így látjuk szépen az evolúciót, ugye már 10 kötetünk van, és akkor így végig tudjuk nézni, akár már csak a borítóra ránézünk, hogy mennyit fejlődött az első kiadvány óta gyakorlatilag. Ugye tavaly már egy designer csapatot is bevontunk, hogy ugye megtervezzük az arculatát a kötetnek. Tartalmilag fontos változások történtek, ugyanis az első 4-5 kiadványban még nem engedhettük meg nagyon magunknak azt a luxust, hogy nagyon sok cikket visszautasítsunk. Tehát ott azért még voltak úgy gondolom olyan cikkek is, hát átengedve, ami nem feltétlenül felel meg a mostani színvonalnak már. De igazából azóta már azon vagyunk, hogy tényleg minden cikket úgy nézzünk át, hogy szakmailag teljesen korrekt legyen, és akkor csak azokat jelentessük meg. Tehát tartalmi minden szempontból ilyen irányba változott a kötet. Ugye ez azt hozta magával, hogy kevesebb cikket is tudunk kiadni. Viszont ahhoz, hogy megtartsuk a szerzőknek a közösségét, illetve hogy bővítsük a körét. Ugye mivel itt egyre kevesebb diák van, magyar ajkú diák, ezért kellene nyitnunk egy kicsit a Kárpát-medence felé, illetve a magyarországi, az anyaországi hallgatók felé is. Egyébként vannak publikálóink onnan is, de még nagyon kevés számban. És nyilván vonzóvá kell tennünk számukra ezt a lehetőséget, ami elsősorban azt jelenti, hogy elismertebb folyóirat legyen, a szakmai lektori gárda jó legyen felépítve mögötte, és hát ezen szeretnénk dolgozni a jövő évben, úgyhogy valószínűleg a jövő évben tartunk egy évszünetet kiadás szempontjából, de most tervben van az, hogy a Magyar Tudományos Művek Tárával kapcsolatosan szeretnénk egy ilyen fejlesztést véghez vinni, egy ilyen tutorációt szeretnénk tőlük kérni, hogy a már megjelent cikkeket ellássuk digitális objektum azonosítóval, ami azt jelenti, hogy ha ezek a cikkek fognak rendelkezni ilyen azonosítóval, akkor könnyen kereshetőek lesznek, a szerzőket megtalálják, könnyebben lesznek hivatkozhatóak, és megjelennek ugye az interneten, nem pedig csak az lesz, hogy egy PDF valahol úgymond kavarog a nagyvilágban. Illetve a
el szeretnénk indítani a kötetnek az online változatát is, mert ugye weblapja már van a kötetnek, de oda csak a PDF-ek vannak feltöltve. És hát ez az elkövetkezendő egy év munkája lesz, és meglátjuk, hogyha sikerül, nagyon bízunk benne, hogy előre megyünk.